Most is munkagépek dolgoznak Kisteleki szőlőben egy 5 milliárd forintos útfelújítási program keretében. A csomag része a kerékpárút hálózat fejlesztése, amely már 80 kilométer hosszú Nyíregyházán, de ebből épített az önkormányzat 10 kilométernyi járdát, 14 körforgalmat, és ebből végeztek el kisebb útjavításokat is. Tavaly 18 utca kapott szilárd burkolatot ebből a keretből, most pedig 3 építése van folyamatban, összesen közel 3 kilométer hosszan, mintegy 660 millió forintból. Kettő a háromból Kisteleki szőlőben, a Megyfa és ugye a Gömb utcák, és Felsőpázsiton a Sátor utca. De már megtörtént a bontás, tehát az értékelés folyik újabb 16 út aszfaltozására, aminek a szerződés aláírása és másnapi való munkaterület átadása június végéig megtörténik, tehát azok az utak is megépülnek az év végéig, november végéig konkrétan. Tehát ez azt jelenti, hogy ebből a csomagból így a három részt egybevéve 37 út lesz leaszfaltozva. A maradék 800 milliót azt felújításokra fordítjuk, mert hogy határidőnk is van, tehát ezzel a pénzzel évvégéig el kell számolnunk. Kisteleki szőlő már a fejlődő város részek közé tartozik. Az önkormányzati képviselő feladata, hogy egy ilyen beruházás kapcsán, mint például az útépítés, felvegye a kapcsolatot az itt lakókkal a hatékony munkavégzés érdekében. De más háttérmunkák is segítik a projekt időbeli megvalósulását. Időben megfelelően előkészítjük az árajánlati felhívásokat, a bontásokat koordináljuk, a döntéseket meghozzuk, hogy ezt követően már csak a szerződések aláírásra kerülhessenek, és valóban munkaterületté válhasson egy ilyen út, és megkezdődhessen a kivitelezés. Most egy ilyen útszakaszon vagyunk. Ha jól tudom, több mint 700 méter hosszan fog megépülni, 4 méter szélességben ez az út. Végigmenve ezen a munkaterületen látható, hogy nem könnyű terep. A Gömb utcán a csapadékvíz elvezető rendszer már elkészült, jelenleg a távközlési és elektromos vezetékek kiváltása, a kerítések áthelyezése és az útszegélyek lehelyezése zajlik. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, a tervek szerint augusztus végére befejeződnek a munkálatok.